A topolyai Hózsa családban a járványhelyzet kezdetén mindkét szülő napi 4 órában tudott csak dolgozni. A munkahelyükön lehetőséget biztosítottak nekik erre, hiszen a két kislányuk az óvodák és bölcsödék bezárása miatt felügyelet nélkül maradt volna. Mikor megtudtuk, hogy újraindul az ovi, akkor a nagyobb kislányt már nem lehetett visszafogni, mert hát ugye ő úgy kelt fel, hogy mennyit kell még aludni, hogy induljon az ovi. A kicsi most még ezen a héten itthon van, mert most pont megint úgy jött ki, hogy anyukám még kényszerszabadságon vannak, és akkor ő tudott rá vigyázni az elmúlt 2 hétben, de a hétfőtől ő is indul bölcsibe, úgyhogy majd meglássuk. Megkérdeztük Andreáék nagyobbik lányát, az örök mozgó Zoét, hogy miért várta annyira az ovit. Jobban hiányoztak a barátom, mint de legjobban a játszás. Az online kapott feladatokat napról napra elvégezték a gyerekekkel, és játékból sincs kevés, mégis hiányzott a lányoknak a társaság. Mindenki örömére május közepén újra nyithattak az óvodák délvidéken is, így másnap már az óvodai játszótéren találkoztunk Zoéval. A gyógypedagógiai fejlesztés az a hagyományostól eltérően telt, tehát nem a gyerekek jöttek be egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozásokra, hanem ezek a játékos feladatok az otthoni munkába épültek be, úgyhogy a szülők elkapták ezeket az anyagokat, és akkor ők tudtak dolgozni a gyerekekkel. Az óvónők online adtak feladatokat, javaslatokat, játékokat, meséket a szülőknek. Minden hétfő volt az adott témában a bevezető nap. Itt tudtuk megadni a meséket, a verseket, amit a szülők utána otthon feldolgoztak saját gyermekeikkel. Ugyanúgy a képzőművészeti alkotások is kapcsolódtak a témához. Ezen felül mozgásos játékokat osztottunk meg az internetes portálokon keresztül, amelyek, mint tudjuk, a gyerekeknek nagyon fontosak, hiszen a mozgás az, ami legjobban fejleszti az óvodáskorú gyermeket, valamint matematikából a logikai gondolkodást, illetve a számok világába való játszást, és így tudtuk megosztani a szülőkkel. A járvány tetőzésének közeledtével az óvónők is elkezdték felkészíteni a gyerekeket a visszatérésre. Meghatározott irányított foglalkozásokon ugye vehettek részt a gyermekek. Itt az óvónők olyan témákat választottak, amely erre a megadott helyzetre, kialakult vírus helyzetre jellemzőek, tehát tanulták a gyermekek a helyes kézmosás szabályait, illetve hogyan kell, hogy viselkedjenek most, ugye az a 2 méter távolság, hogy meglegyen köztük, sűrűn kell ugye ilyenkor kezet mosnunk, tehát ilyenekre hívtuk fel a gyermekek figyelmét. A Bambi iskoláskor előtti intézménynek 13 épülete van, amiből 4 található Topolyán, a többi a község más településein. 1 éves kortól járhatnak ide a gyermekek. Topolya községben összesen 805 gyerek jár a bölcsödébe vagy óvodába, amiből 59 gyermeknek kellett helyet biztosítani ügyeletes csoportban, hiszen az ő családjukban mindkét szülőnek dolgoznia kellett a veszélyhelyzet idején is. Ügyeletes csoportot Topolyán és Bácskosútfalván hoztak létre. Bár ezekben az intézményekben a hétköznapokban is tisztaságban, ebben az időszakban fokozottan figyelnek a fertőtlenítésre. Az épületbe belépve mindenkinek megmérik a lázát, és a kéz, valamint a cipő fertőtlenítés is kötelező. A játszótéren való játékok után az összes játszótéri elemeket lefertőtlenítjük, ez minden nap történik, illetve a bejáratot lefertőtlenítjük, a különböző, tehát a kerítést is lefertőtlenítjük. Ez vonatkozik, tehát a szigorú fertőtlenítések vannak az objektumon belül is, tehát mindig fertőtlenítjük az asztalokat, székeket, kilincseket, szekrényeket, tehát mindent, a játékokat fertőtlenítjük. A gyerekek meghatározott beosztás szerint váltják egymást a játszótéren, így a kültéri játékok lehetősége is megmaradt. Az étkezésnél is fokozottan figyelnek a higiéniára, hogy minél kisebb legyen a lehetősége egy esetleges fertőzés átadásának. A napköziben, bár nem ez volt a gyerekek kedvenc elfoglaltsága, de alvás idő van. Ezen a területen is változás történt. Az ágyakat 2 méter távolságra helyezték egymástól, és az ágyneműket is minden másnap mossák magas hőfokon, hiszen a járványveszély az enyhítések ellenére nem múlt még el teljesen a délvidéken sem.